Negyedik lett tehát a magyar hajó, de hogy mennyire szoros volt a verseny, 597 ezreddel második Németország, 603 ezreddel harmadik Lengyelország, és 733 ezreddel mögöttük Magyarország a negyedik. Tehát igen, szoros verseny volt ez. Az orosz hajó ismét nem csak úgy, mint ahogy tavaly is verhetetlennek bizonyult. Lehetett a középfutamba érezni, hogy nagyon erős együttes ez. Főleg rövid távra retteltesen fölkészültek. Na és itt vannak a Kenu négyesek, a zárószám, a nap zárószáma. És benne, hogy már korábban jeleztem, Horváth Csabával, Kolonics Gyurkával, Hoffmann Ervin és Szabó Attila, Szabó Torony néven, közismertebb, ha úgy tetszik, a magyar hajó. A kérdés az, és ez a nagy kérdés, hogy mennyire fáradt el a két kisfiú elől. Mert ellenkező esetben pihenten én nem hiszem, hogy a világon bármelyik négyes hajónak volna esélye ez ellen, az itt látható négy fiú ellen. Tehát elől Horváth Csaba, a másodiken Kolonics, harmadik Hoffmann Ervin, aki a világ talán leggyorsabb, legrobbanékonyabb kenusa, majd bizonyíthatja holnap, és Szabó Attila az utolsó helyen. A nap záró versenyszáma ez, úgyhogy még mérleget hadd ne vonjak most majd a futam végén. Minden esetre fényesen sikerült ez a nap is, fényesen a szó legszorosabb értelmében, fényes érmekkel. Már 1,5 perc sincs hátra az indításig. Tehát hadd mondjam el, hogy a bolgárok az egyesen tegnap negyedikek voltak, tehát ugyanaz a hajó. A kettesen az oroszok 94-ben ötödikek voltak ezen a rövidebb távon, tegnap nem voltak döntősök. A hármason a tegnap világbajnok román együttes ugyanabban az összeállításban, tehát a magyaroknál egyen lejjebb, ők lesznek a nagy ellenfelek, mindjárt ott csúsznak be tiszta kékben, hármas a hajójukon. A négyesen a mieink már sorra megnézhettük őket, tegnap ezüstérmes volt egy másik hajó, teljesen más összeállításban. Az ötösön az ukránok, Veskó, Szoltik, Volját és Flercsuk. A hatosan a németek, mind az ukránok, mind a németek, mind az egyel feljebb lévő franciák, tegnap ötödik, illetve a bronzérmes német és a hetedik francia jó azonos összeállításban, mint tegnap. A nyolcason viszont, ott látszik a hátsó két ember, a csehek teljesen új együttessel, 94-ben negyedik volt ez a csehajó, és a tegnapi hasonló összeállításban, azzal azonos összeállításban a tegnap hatodik mexikói csapat, tehát a 1000 méteren hatodik mexikóiak. Nagyon jól leveztek, és kivívták a döntőbejutást. Most aztán ismétlem, csak a fáradtság, a mezőny és a fáradtság lesz a magyarok ellenfele. Bírja-e még a két gyors fiú? Tehát a négyesen a magyar hajó, tessék figyelni a négyes számot. Jól tekernek, de ott fönn a csehek és a franciák irtóztató erősen indultak meg. Minden esetre a magyarok egyelőre a második bójasornál, mintha bár centiméterekkel is, de előbb lennének. Előbb is vannak bizony. Csak hát ez az, hogy végig kell ezt bírni, végig kell tekerni. Egy méter húsz lehet az előny. A számtáblánál szúr be az egyel följebb haladó ukrán hajónak az orra. A magyarok minden esetre vezetnek egyelőre, és ez a vezetés úgy látom itt a közelképen, hogy a fiúknak még egyelőre megy, sőt, mintha nőtt is volna az előny, bár a hármason a románok nagyon-nagyon erősen jönnek fel. Tegnap világbajnok volt ez az együttes, és óriási erővel jönnek, közelítenek fel a mieinkre. 250-en már túl vannak, még 200 méter van hátra. Mondom, a hajrá dönti el, rá tudnak-e tenni még egy lapáttal a mieink. Egyelőre az első helyen vannak, tegnap is a románokkal vívtak nagy csatát. Legalább a rövidebb távot de jó volna megnyerni, és nagyon jön fenn a nyolcason a csehajó is. Látják-e a mieink? A románok előtt vannak már a magyarok, de a csehek óriási hajrával jönnek. Egyelőre még az első helyen, mint egy 80 méter van hátra, és most kell még beletenni azt a maradék erőt, és meg lesz a világbajnoki arany Kolonicsnak és Horvátnak a harmadik. Már nem lehet megverni őket. Már nem lehet megverni. Világbajnok Magyarország, második Románia, és harmadik talán idelen a bolgár hajó.
megvan az ötödik magyar aranyérem. Visszavágtak a tegnapért, hát hogy ki vannak, az nem csekélység. Azt lehet látni, de hát hiszen hogy is lehetne másként. Ez a két előrehajló fiú az elől, hát mite vezet ma már össze? Középfutamok. A győzelem fölényes volt, csak nem félhajóhoz, és harmadiknak valóban itt alul befutottak a bolgárok egy harmadik helyre. Hát azt hiszem, kedves nézők, ez a magyar nap fényes, nagyszerű magyar sikerek sorozatát hozta, hiszen három arany, egy ezüst, egy bronzérem mellett még negyedik helyezésünk is volt, hatodik helyezésünk is volt. Minden számban a döntőbe jutott magyar egységek vezérszerepet játszottak. Nagyon-nagyon kevésen múlott még például a Bártfai Gyulai hajó győzelme is, de ne legyünk telhetetlenek, hiszen egy bizonyos, hogy teljesen kiegyensúlyozottan a kajak szakág, a kenu szakág és a női szakág teljesen kiegyensúlyozottan egy fantasztikusan jól felkészített csapat érkezett erre a világbajnokságra. Ez már nyugodtan el lehet mondanom most, amikor még egy nap hátra van. Holnap a 200 méteres futamok következnek, ami azt jelenti, hogy egy új ága ennek a sportnak. A versenyzők kívánták be a 200 métert a kajaksportba azzal, hogy talán így nagyobb nyilvánossághoz jutnak. Ezen a rövid távon jobban követhető a verseny, a televízió talán pont precízebben még jobban tudja követni, még vonzóbb lesz. És így végül a szövetség engedett, és ha olimpiai számnak nem is, de világbajnoki számnak, a hosszú távok a 10.000 méterek helyébe beléptek a 200 méterek. Tavaly Mexikóban a magyarok remekül szerepeltek. A lányok mindegyik 200-as számot megnyerték, és a férfiak is kiválóan teljesítettek. Így hát a holnapi napra is maradt szépen ígérni valóm, ígérhetem is, hogy holnap nagyon jó versenyeken, nagyon szép magyar sikerek kerülhetnek számításba, illetve képernyőre. Kissé dadogtam, mert a kezembe egy olyan papírt nyomtak, ami fontosabb, mint amit mostanig elmondtam, hiszen a 200 métert úgyis megnézi, aki szereti ezt, vagy aki beleszeretett ebbe a sportágba. Ugyanis itt a kiadvány így szó szerint fordítom. Németország és Magyarország a két legsikeresebb nemzet a 12 olimpiai versenyszámban a kajakkenu világbajnokság alapján. Magyarország 4 arany, 2 ezüst, 2 bronzéremmel az olimpiai számokban. Németország 3 arany, 1 ezüst, 3 bronzzal. Mondjuk szelíd számítás szerint is, no a cím az, hogy Magyarország és Németország holtversenyben az első. Én azt hiszem a 4 arany, 2 ezüst, 2 bronz valamivel több, mint 3 arany, 1 ezüst, 3 bronz. Legfeljebb ugye a magyaroknál 8 érem, a németeknél 7. Ezt nem tudom döntetlennek számolni még akkor sem, hogyha nekünk 4 aranyunk van, és nekik csak 3. De szóval a lényeg az, hogy most azok a hunyorgók, és most már azt is elmondom, még van arra talán 1-2 percem, hogy itt az első kiadvány, ami a kezünkbe került, arról szólt, hogy a mexikói világbajnokság legsikeresebb nemzete a